első napod a Vidi edzőpályáján, valamint hogy 12 és fél után miért döntöttél most a hazatérés mellett, miért döntöttél a videótól mellett? Először is jó, tehát az első pár nap fárasztó volt, illetve hozzávenném az orvosi vizsgálatot is, hiszen három napig vizsgáltak a videóton orvosai, és hál' Isten ezt minden rendben találtak. Tegnap már pályaedzést abszolváltam. Ma délelőtt kondiba voltam, délután megint a pályára megyek, úgyhogy van lemaradásom. Természetesen szeretném pótolni, és minden előbb a csapatra szeretnék edzeni. Hogy miért döntöttem úgy, hogy 12 és fél év, vagy legyen 13 év után hazajövök? Főként a család miatt is, hiszen van két kisgyerekem, egy 4 éves kislányom és egy 2 éves fiam, és igazából nem olyan egyszerű Kínában élni, illetve költözni ide-oda, úgyhogy ezt többször beszéltük otthon is a nejemmel, hogy jó lenne, ideje lenne esetleg hazajönni. Bár akkor sem gondoltam, hogy futballozni hazajönni, hanem esetleg befejezni a pályafutásomat. Esetleg ezután az egy év opció után, amit Kínában töltenék, ugyanakkor megkeresett a videóton. Nagyon komolyan érdeklődtek, ugye a sportigazgató többször is hívta a Filipet, illetve az edző is külön szeretett volna velem egy személyes találkozót, ami nagyon pozitívra sikeredett. Leültem egyébként Garancsi Istvánnal is, vele is beszélgettünk, felvázolták a terveket. Mind az apró részlet, az is, hogy a Juhász Roli is itt futballozik, illetve a szerződés hosszabbított, hogy a Dánko Lazovics, akivel 3 évet a Zenitbe fociztam. Meggyőztek igazából, ez a legfontosabb, és remélem, hogy majd leszek a Vidivel, mert a Vidinek a bajnokság a cél. Hazudnék azt mondani, hogy nem volt megkeresés, és nem is megkeresés érdeklődés, nem tudok a Ferencvárostól, ahol ugye 8 évet játszottam. Viszont egyetlen egyszer sem ültem le egy vezetővel sem tárgyalni, vagy akár beszélgetni is, tehát igazából az érdeklődés meg volt, de tovább nem jutott el a történet. Kicsit elébe mennék a dolgoknak, azért az ember olvasgatja a sajtót, és ugye bár nem ez nem válogatott téma, és a videótól van szó, ugye a levelemben, amit írtam annó, megemlítettem a videótont is. Annyit szeretnék leszögezni, hogy amit a levélben írtam, azt a mai napig tartom, minden egyes szavát. Igazából én sosem mondtam, hogy derogál az NBA-ben játszani, viszont mindenkinek azt javaslom, akinek van Bundesliga-ba lehetősége, vagy Angliába játszani, hogy a Gerzson tette, vagy tényleg nagy csapatba játszani, akár gyengébb bajnokságban is, de mondjuk egy Zenitbe, vagy egy ilyen helyen, akkor menjen ki. Tehát biztos, hogy fejlődött a magyar futball, de annyit nem, hogy egy Bundesliga szintre eljusson. Illetve, hogy a Vidivel kapcsolatban, akkor mondtam a válogatási elvvel kapcsolatban, hogy abban az időben sokkal könnyebb volt bekerülni, és előnyt élveztek azokkal szemben, akik külföldön játszottak. Ez a mai napig így van, akkor azt nyilatkoztam, hogy én nem fogok a videótomba igazolni, hogy válogatott leszek. Ez a mai napig így van, nem azért jöttem a videótomba, hogy válogatott leszek. Én azért jöttem a videótomba, hogy bajnok legyek, hogy külföldön az Európai Kupa sorozatban majd induljunk. Úgyhogy ezért vagyok itt. Váltottnak az EB összejött, hála Istennek, és nagyon is jól sikerült. A következő lépcső az, hogy klubszinten is valamit letegyem az asztalra, remélem a videóton a nemzetközi polonok.